Ilyen most az Árpád vezér gimnázium sportcsarnoka. A megépítése óta eltelt 2 évtized alatt diákok ezrei koptatták, így padlózata megérett a cserére. A Sárospataki Tornaklub a látványcsapat sportágak támogatására szolgáló társasági adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO-s pályázat segítségével szeretné elvégezni a felújítást. Ez azonban önerő nélkül nem vehető igénybe, ezért a klub az önkormányzat segítségét kéri. Több mint 14 millió forintot nyertek arra, hogy ahol ők az edzéseiket és mérkőzéseket játsszák, az Árpád vezér gimnázium sportcsarnoka padlózatát szeretnék felújítani. Ez egy 20 éves padlózat, elavult, rossz, tehát ideje kicserélni. Ehhez önerőt kell biztosítani, és erre az önerő biztosításához kérték az önkormányzatot, hogy segítsünk. Ez egy 3 millió forintos nagyságrendű összeg, amit természetesen javaslunk a testületnek, hogy szavazzuk meg. A közigazgatás és az iskolarendszer átalakítása miatt számos helyi jogszabályt is módosítani kell. Ilyen például a Sárospataki közművelődésügyi rendelet, amely 1990-ben készült és számos pontja aktualitását vesztette. A rendelet módosítása azonban már nem elegendő ahhoz, hogy a jogszabály megfeleljen a mostani követelményeknek. Az augusztusi testületi ülésünkön egy olyan kérelem érkezett a közművelődési tanácstól, hogy alkossunk új rendeletet. Ott akkor úgy határoztunk, hogy nem alkotunk új rendeletet, csak aktualizáljuk ezt a közművelődési rendeletet. A bizottság ülésen viszont olyan döntés született, hogy 2013-tól annyira megváltozik az intézményrendszer, hogy nincs értelme most ezt toldozni-foldozni, így azt fogjuk javasolni a testületnek, hogy a 2013-as első féli munkatervbe ezt vegyük föl, alkossunk egy új koncepciót, és így ehhez hozzá alakítjuk a rendeletet is. A Humán Bizottság mindkét kérelmet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.